Go to the star. Ready. Elsőre eljön a mezőny, egy 9 körös versenyről van szó, és meglátjuk, hogy milyen tempót diktálnak, mennyire forog a fejükben esetleg a váltó, azt gondolom, hogy egyáltalán nem. A két holland halad az élen, meglepetésre nem Schulting, hanem Vensevőr vezeti fel a mezőny, a harmadik helyen pedig a kanadai Bernie Saro 7 körrel a vége előtt. 6.5 laps to go, tactical start. Shana Bezebu from the Netherlands setting the pace. Courtney Sello, the Canadian. Bronze medalist yesterday in the 1500 meter in second place. Look out for Susanna Schroping, the woman of the hour, two-time gold medalist. Yesterday, Choi Ming Chong, Natalia Maliszewska, waiting for due time. The pressure is high here in the Red Sun for this ISU World Cup short track, 1000 meter women's final. Schroping back in her office, front of the pack. Sello in second place. The speed is picked up. Shana Bezebu in third place. Can Natalia Maliszewska and Choi Ming Chong come back on our leaders with two laps to go? Schroding, Sello, Bezebu, Maliszewska, Choi Ming Chong. We are now in the middle of the mud inside. Maliszewska comes in second place. Elképesztő versenyzést hozott és elképesztő eredményt és hétvégét produkál Susanne Schulting. Nem nagyon vannak szavak a teljesítményére, és meg tudja állítani valaki, bárki őt. Hát itt most a Phoenix Arénában nem tudta megállítani senki. A második helyen érkezett Courtney Sello, a harmadik helyen pedig Sandra Velzebur, tehát két hollandottal képzeletbeli dobogót. Várjuk meg azért a hivatalos végeredményt, és egy újabb kérdés merülhet fel, vajon az olimpiáig tudja-e tartani csúcsformáját Susanne Schulting, vagy ott is ugyanez lesz majd a kérdés. What a strong last. So we have the official results here on the giant screen at the Phoenix Arena, and we'll proceed with the medal ceremony here at the Phoenix Arena in just a moment.